BKFM Sport Extra. Helyzetbe hozunk. Hétfőn Szerbiában kezdetét veszi a kézilabda Európa-bajnokság. A válogatott irányítóját, Császár Gábort, a szegedi edzőtábor során értük utol. És elsőként a németországi felkészülési mérkőzésekről kérdeztük. Játszottunk a szlovákokkal egy meccset, az talán egy kicsit könnyedebbre sikerült, hála Isten, de ebből a két mérkőzésben rengeteget tudtunk tanulni, és felmérni azt is, hogy hol áll a csapatunk eddigi teljesítménye, és azt mondom, hogy nagyon jól állunk. A tavalyi csapat összetartó kohézió, ami meg volt, most is abszolút jellemez minket, úgyhogy ez nagyon fontos, ezt az egyet nem szabad elveszíteni. És a holnapi Bárszájn elleni meccstől mit vársz? Van még, ami javítani kell esetleg? Hát ez a pár nap, hogy igazából ez arra fog jó lenni, hogy kicsit visszajövök még a teljesítményt, a csapatból, a taktikai munkát, támadó játékban, védekezésbe egy-egy dolgot még ezt hozzá tudjunk venni, de igazából most már nagyon nem. Most a holnapi mérkőzés az valószínűleg nem lesz egy nagyon nehéz meccs, úgyhogy csak egy kicsit tényleg az számít most már csak, hogy mennyit tudunk csiszolni ezeken a meglévő dolgokon. És te személy szerint hogy vagy? Ugye volt december végén egy kisebb műtéted, amikor egy anyajegyet kellett eltávolítani. Az igazság, hogy nagy kicsit késleltette a munkám, nem tudtam elkezdeni időben a melót a többiekkel. Nagyon kellett keríteni a hátamból igazából, és ezáltal egy elég hosszú, majdnem 4 centis sebb keletkezett, szoktam, hogy össze kellett varni, de nagyon jól sikerült a műtét, nagyon jó volt az orvos, hála Isten, és 31-én én elkezdtem magamtól edzeni, úgyhogy most volt egy 9 nap mögöttem pihenés nélkül, és hála Isten nem vagyok lemaradva a többiektől se nagyon erőlétbe, úgyhogy teljesítményemmel megvan az szintén egyelőre. Elégedett vagyok, bízom benne, hogy tudok még rátenni egy lapát az Európa-bajnokságon, de hogyha megnyerjük a meccseket és tovább jutunk a csoportból, akkor igazából teljesen mindegy, hogy ki hogy játszik. A lényeg az eredményesség a csapatnak most. Igen, és hogy érzed a hangulat, az milyen csapaton belül mindenki bizakodó? Abszolút, persze. Hát most, hogy egy német válogatottat igazából idegenben sikerült el is vernünk egy alkalommal, másik alkalommal pedig nagyon jól helyt állunk. Így azt mondom, hogy mindenki bizakodó, és látják azt, hogy a többiek is velem együtt, hogy el tudunk mi már csípni ilyen nagy csapatokat, mint például a német, miért ne tudnánk elcsípni az oroszt. Úgyhogy nagyon-nagyon bizakodó, a hangulat az nagyon pozitív, de nyilván most az elkövetkezendő napokban egy kicsit stresszesebb lesz, mert már mindenki izgatottan várja, hogy végül elkezdődjön az erdély. Ez ugye nagyon nehéz csoportba kerültünk, ezt Tatai Péterrel is megbeszéltük, hogy hát nem lesz könnyű dolga a válogatottnak, és igazából bármilyen eredmény születhet, több ponttal is tovább juthatunk, de akár előfordulhat a másik véglet is, hogy esetleg nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Abszolút, de nem a minden, én igazából megmondom őszintén, hogy személy szerint nekem az elvárásom az lenne, hogy és ez is már egy jó teljesítmény, hogyha tovább jutunk a csoportból. Az oroszok biztos, hogy extra motivációval fognak érkezni, mivel nekik az olimpiai még fontos, ez még karcolnak ezért, úgyhogy mi már ott vagyunk, ezért mi nyugodtabbak lehetünk. Ez a francia spanyol, aki mindig az első négyben van, a francia pedig aztán meg is nyerik általában az ilyen világversenyeket. Szóval nincsen egyszerű dolgunk, de én nagyon szeretném, hogyha minél több meccset tudnak eljátszani ezen az erőn. Hogy tekintetek rá? Nagyon fontos az, hogy valami jó eredményt érjetek el, valamit letegyetek az asztalra, vagy inkább már az olimpia felé tekintetek előre? Hát az olimpiai selejtező miatt nagyon fontos lenne minél több meccset játszani. Fontos minden eredmény most, mind az önbizalmunknak, mind a csapat kohéziónak, mindennek, meg ahhoz, hogy minél jobb helyzetben legyünk majd április végén. Én azt gondolom, hogy megcsináltuk már eddig a munka nagy részét, hogy odaértünk, viszont itt nem szabad megállni. Nem akarunk megállni, hanem dolgozni tovább, és szeretnénk még jobban és még több embert megmosolyogtatni és meg boldoggá tenni a teljesítményünkkel és az eredményünkkel. BKFM Sport Extra. Helyzetbe hozunk.